Ettől a héttől kezdve elkezdjük bemutatni önöknek azokat a tanítónéniket, akik a következő tanévtől első osztályban fognak tanítani. Most Gulyás Szentesi Katalint ismerhetik meg. Köszöntöm nézőnket a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában. Bár még az idei tanévet írjuk, de már készülnek a szeptemberi tanévre. Az egyik elsős leendő tanítónénivel, Gulyás Szentesi Katalinnal beszélgetünk arról, hogy mit is kell tudni önről, hiszen régóta tanít itt, de miért választotta a tanítói hivatást? Igen, valóban régóta tanítok itt. 2008-ban, ahogy a diplomámat megszereztem, utána itt kezdtem a munkámat. Gyerekkorom óta mindig érdekelt a tanítás, és szerettem a babákat, a plüssállatokat mindig az ágyra leültetni és tanítani. Valóban nem csak a szakmámnak, hanem a hivatásomnak érzem a tanítást. Minden alsós osztályban tanítottam már, mint osztályfőnök, mint napközis nevelő, és a műveltségterületem az angol nyelv. Jelenleg is az első három évfolyamon az angol nyelvet is tanítom. Most másodikos tanítónéni vagyok, szeptembertől pedig visszaforgok, és újra elsőseim lesznek, akiket nagyon várunk már, mert sajnos most a járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy a hagyományos iskola előkészítő foglalkozásokat meg tudjuk rendezni, de ami késik, nem múlik, és reméljük, hogy a tavasz a jó idő meghozza az új lehetőséget, és megismerkedhetünk a gyerekekkel, és ők is egymással. Mit kell tudni önről, mennyire szigorú, mennyire játékosak az órái, tehát egy picit avassuk be a leendő elsősöket arra, hogy mire számítsanak, hogyha az ön osztályába kerülnek. Szeretem az órákat, hogyha játékos hangulatban telnek el. A technika adta, az informatika adta lehetőségeket, próbáljuk mindenféle tantárgyba bevinni. Ezek nagyon sok lehetőséget felnyitnak számunkra is, és a gyerekeknek is, és igyekszünk, hogy játékos módon tanuljanak. És egyébként szigorú? Mitől függ? Én azt gondolom, hogy az órai fegyelmet fent kell tartani, de ha kialakul a tanév elején, a beszokatás időszakában a gyerekek és a pedagógus között a megfelelő kapcsolat, én azt gondolom, hogy már félszavakból is meg fogjuk utána érteni egymást. Mi jelenti a kikapcsolódás ezen számára? Van két gyermekem, a legtöbb szabadidőmet velük töltöm. Szeretünk kirándulni, nyilván most ez megint nehéz ebben a formában. Nagyon sokat vagyunk a természetben, nagyon sokat olvasok nekik, társasjátékozunk és sportolunk. És egyébként anyukaként vagy tanítónéniként is foglalkozik velük, tehát ezt mennyire lehet otthon szétválasztani, hogy a fiaival így foglalkozzon? Nem mondom, hogy teljesen szét tudom választani, nyilván nem ültetem le őket, de természetesen azért olyan jellegű iskola előkészítős tevékenységeket, mivel már ők is jövőre iskolába jönnek, szoktam velük otthon. És saját osztályába bevenni őket, vagy éppen emiatt, hogy ne az legyen, hogy anyuka vagyok a tanórán, másik osztályba iratja őket? Hát mindenképpen másik osztályba, nem ebben a tanévben, mikor én újra első leszek, fognak ők érkezni, úgyhogy egy kicsit szerencsés is ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy azért, mint osztályfőnök nem feltétlenül célszerű, hogy a saját gyermekeinket tanítsuk. Említette, hogy most nehéz a szülőkkel is a kapcsolatot fölvenni, a leendő elsősökkel, de hogyan tud velük kommunikálni? Az adventi időszakban egy bábjátékot vettünk fel a kolléganőimmel, amit célzottan ezeknek a gyerekeknek elküldtünk, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Igazgató asszony is folyamatosan az óvodákkal, az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal tartja a kapcsolatot. Mindenről tájékoztatjuk őket, internetes formában közöljük úgymond a legfontosabb információkat, és hát reméljük, hogy már csak egy pár hetet kell várni, és újra tudunk velük találkozni.